Nagyon különleges festményeket hoztál ma. Mit lehet ezekről tudni? Mitől különlegesek ezek? Igazság szerint attól tartom különlegesnek, hogy az én történetem egy olyan 6 évvel ezelőtt kezdődött, mint festőművész, grafikus, mint festőművész. Egy sétámon, egy sóstói úti erdői, hát pontosabban az erdőben sétáltam, leültem egy padra, és elkezdtem meditálni. És egy isteni elhívásra történt ez az egész festészet, rajzolás. Nem akarok ebben nagyon belemenni, mert már sok helyen már ezt elmondtam, ezt a történetet, nem nagyon szeretnék vele senkit sem mutatni, de az a lényeg, hogy egy ilyen mélyebb meditáció közepette jöttem rá, hogy nekem mi az elhívásom. Azért gondolom, hogy ettől lehet különleges, mint ahogy te is említetted. Inkább ebben látom a különlegességét, isteni elhívásot. Mit ábrázolnak ezek a képek? Mindenféleképpen próbálom a filozófiát belecsempézni a műveimbe. Nagyon-nagyon szeretek játszani a fényekkel, illetve az árnyékokkal. Egy kicsit én magamat olyan bipoláris személyiségnek tartom, ezt próbálom a műveimbe is belevinni. Azt gondolom egyébként, hogy az egész világuniverzum, amiben élünk, illetve az emberek is mindezt a bipolaritást képviseljük. Ezt próbálom megmutatni a munkáimban is. Látunk itt olyan festményeket is, amik nem egy vászonra születtek meg, hanem többre, ami most egyébként nagyon divatos, ugye lakberendezős újságokban is ilyeneket látunk. Ez nehezíti vagy könnyíti a te munkádat? Az én munkámat egy picit azért nehezíti, ilyenkor most, amit láttok, hogy ugye, hogy fel vannak akaszgatva, inkább ilyenkor egy picit nehezebb úgy elhelyezni egymás mellett, ugye, hogy ne legyen egyik se lent, illetve fent. Egymás mellé az elhelyezés nagyon nehéz. Személy szerint én jobban szeretek olyan felületekre dolgozni, amik egybe vannak. De igen, ahogy te is mondtad, divat, én úgy gondolom, hogy ez a divat egy olyan 5-10 éven belül, azt gondolom, hogy ez úgy lecseng majd, visszatérnek majd az eredeti méretek, az eredeti formák. Most egyelőre most kiszolgáljuk ezt a réteget is, aki ezt szereti, ezt a divatot. Nagyon különlegesek a fotók, amiket láthatunk itt a kiállításon. Miből ered az, hogy nagyon sokféle témát feldolgoz? Ennek a megnyitónak az a célja, hogy egy magyar-lengyel barátság építés elinduljon ebben a körben, aminek egyfajta művészi megjelenítését láthatjuk ma. És látszik a fotókon, hogy nem csak lengyel megközelítés van. Próbáltam azért Zakopane, Krakkó, tehát próbálom megmutatni ugye a lengyel valóságot. Egyrészt gyönyörű. Másrészt, hogyha a cél az, hogy a magyar-lengyel barátságot erősítve be tudjunk mutatni néhány képet, akkor természetesen ez lesz a döntő. Egy kicsi, a harmadik paravánon látható képek, az meg egy saját kicsit művészetemet próbálom bemutatni, ami már témában ugyan eltér, de egy kicsit megmutat engem. Nagyon sokat emlegetjük a lengyel-magyar barátságot és kapcsolatot. Fotós szemmel mi a hasonlóság a két nemzet között? Érdekes, én igazából nem látok túl sok hasonlóságot a külsőségekben. Tehát tudjuk, hogy a lengyelek azért egy ilyen szláv tömbhöz vannak közel, és ez szerintem az építészetben, kultúrában is érződik, míg ugye a magyarok egy teljesen más vonulatot mutatnak. De az a fajta tényleg 1000 éves barátság, ami kialakult történelmileg, ez egyszerűen csak közel hoz minket egymáshoz. Ha kint van az ember Lengyelországban, akkor ugyanúgy tátott szájjal néz szét, mintha akár Budapesten sétálnánk egyet. A hasonlóság nem ebben van, hanem inkább a lélekben, a két nép közti valóban 1000 éves barátság kapcsán kialakult. Hát majdnem merem azt mondani, hogy testvériségben. Mit gondol, mi a legfontosabb Lengyelországból és Magyarországból, amit érdemes megmutatni fotókon? Ha a fotókra szorítom, akkor megint csak nagyon nehéz, mert hogyha csak Magyarországot nézem, Tiszatáj, a főváros, Balaton,
de akár lehet a Duna vonala végig, csodálatos helyeink vannak. Na de ez igaz Lengyelországra is. Mondjuk tudjuk Varsóról, hogy a II. Világháborúban súlyos károkat szenvedtek, tehát ott egy újjáépített Varsót lát az ember, bár azért őrzik, ugye nyilván az óvárosban megőrizték, de valóban az igazi régi ősi fővárosok, ugye Krakó egy csoda. Egyszerűen tátott szájjal néz az ember, és azt se tudja, hogy igazából mit is fotózom, mert annyi téma hever az utcán. Csodás, csodás.